biztos hallotta, hogy január elejétől új igazolványokat vezetnek be. Kis plastikkártya, és sokféle adatunk van rajta. Lehet akár az új lenyomat is, de a tajszám, adószám, lakszím, ilyesmi. Ugyanerről mit gondol? Hát nem is tudom. Hát azért elég sok adat van rajta ahhoz, hogy és ha elveszik, akkor mi történik? Meg ha jól tudom, nincs is még leolvasó rendszer kidolgozva. Az még pontosan, az még alakul. Hát így van, és ki tudja, hogy milyen lesz, hogy neki jut hozzám, hogy ehhez a leolvasó rendszerhez. Nyilvánvaló, hogy ez egy szükséges dolog, nyilván, hogy ez a 21. századnak a követelménye. Ez biztos, hogy hasznos. Tehát nem kell külön csinálni ezeket a funkciókat. De hát ezt nem is tudom elképzelni, hogy ezt egyben, hogy lehet. Kis pici kártyára csinálni. Azt a mindenét. Van, aki az államtól félti az állampolgárt, hogy az állami szervek látnak mindenre rá, hogy egy helyen van minden. Hát így is rálátnak, úgyhogy vigasztalja meg az állampolgárt, hogy teljesen mindegy. Hát én nem örülök neki, és főleg azért nem, hogy a másik oldalra rá van írva, hogy külföldre nem utazhatunk, azt mondták. Miért kell mindenkinek látni az én minden adatomat például, hogyha mondjuk egy igazoltatás van, vagy bármi. Szerintem ez egy jó dolog, mert kis rendszert ad az egésznek. Eddig nagyon nem volt meg az, hogy egységes legyen a dolog, úgyhogy szerintem jó, egyszerűbbé teszi az ügyintézés mindenki. Nekem nincsenek ilyen összeesküvés elméleteim, szóval tőlem azt csinálnak az adataimmal, amit akarnak. Hát jó dolog, mert hát egyel kevesebb, vagy több, ennél kevesebb írat, ahol en nagyobb, mint egy, az mindenképpen örömteli, mert a kevesebbet. Persze, hogy ember elveszíti, akkor pótolni. Szerintem az is könnyebb egyébként, ha egy van, úgyhogy szerintem alapvetően jó dolog. Én magam még nem váltottam ki, mert a jelenlegim az 2023 még érvényes, úgyhogy az egész kérdéskörrel úgy állok hozzá, hogy nem aktuális számomra. Hát én azt gondolom, hogy kicsit a személyiségjogaink már így is eléggé el vannak tüntetve. Tehát már nagyon magánéletünk nincsen. Nem mindig azokat fogják el úgysem, akiket kell. Nekem ez így elsőre tetszik. Uh-huh. Jól hangzik. Aha. Nem lesz olyan macerás, hogy mindig megvenni a bérletet, hanem akkor megoldom számítógépről otthon, és nekem ez tetszeni fog. Ó, hát teljesen nyitott vagyok mindenre, és nincsen vesztenivalóm, úgyhogy nyugodtan belenézhetnek a dolgaimba, ez is belefér.